Dávid bejárta a világ legnagyobb koncertelmeit, biztos vagyok benne, hogy volt az az idő, amikor számára ez a koncertelme volt a világ legnagyobb koncertelme. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy azok a gyerekek, akik például az adventi koncertünkön december 16-án ezekre a deszkákra fölléptek, volt, aki azt érezte, hogy ennél nagyobb teremben jövünk, soha nem furuljázott, soha nem játszott a hangszerén. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Dávidnak is valamikor ez a terem jelentett a világ legnagyobb termét. De azóta ezt már ő kinőtte, úgyhogy örülünk neki, hogy visszalátogat, és mindig örülünk annak, hogy a növendékeink, akik már tényleg a világ minden táját megjárták, mert szerintem, ugye, ahogy most a zenekar megint csak Kínába készül, de már egyszer megjárták Kínát, ugye a világ túlsó végén, felsorolhatnék nagyon-nagyon sok olyan koncerttermet, ahol ők megfordultak, és örülünk annak, hogy visszalátogatnak hozzánk, és itt ilyen fantasztikus zenei élményben részesítenek bennünket. És hát adódott akkor, hogy csoda gyerekként emlegetett Farkas Olivia nak a tulajdonképpen őt kellett felkérnünk arra, hogy felvegyük ezt a filmzenét. És elkezdtünk együtt játszani. És ez odáig fajult, hogy tulajdonképpen folytattuk ezt a dolgot, és egyébként élveztük az együtt zenélést. És egészen addig még felkért később a diplomáján, én működjek közre, nagyon sok koncertet sikerült együtt megcsinálnunk, és odáig vezetett ez, hogy hát túlságosan jó kapcsolatba került a bátyámmal. Még nem össze is házasodtak, de mondhatom nagy örömünkre. És
Hát tulajdonképpen azóta nagy utat járt be Olivia is, hiszen többek között a Zeneakadémia vörös diplomával sikerült elvégezni neki a diplomát. A Zeneakadémián, ami azt hiszem, hogy egy nagyon kivételes dolog, rengeteg nemzetközi versenygyőzelem van a háta mögött, és azt hiszem, hogy egy egészen kivételes muzsikus. És hát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor most már harmadik esztendeje a Katari Filharmonikusok cselló művésze. Hát sajnos messze laknak tőlünk, keveset találkozunk, de vannak ezek a csodálatos alkalmak, amikor össze tudunk jönni, és például ma este is együtt tudunk muzsikálni a vendégem, Becker Farkas Olivia. Azt olvastam, hogy neked a repülés az tulajdonképpen egy repülőutat, a repülővezetésben való szerelem, az egy utat alatt fogalmazódott meg. Ez tényleg egy pillanat volt, vagy azért ennek voltak előzményei? Hát voltak előzményei, hogyha azt előzménynek nevezhetem, hogy olyan 8-10 éves koromban például volt alkalmam, akkor még nem létezett ez a bizonyos séta repülés, ami ma már ugye bárki számára elérhető valójában. De apukámnak volt egy nagyon kedves barátja, aki
Siófok környékén ilyen rendőrségi kis gépeken repült, és akkor elvitt minket a Balaton fölött repülni. Hát mondom, hogy kell, hogy ez azért egy gyereknek a fejébe egy nagyon-nagyon markáns élményt adott, de akkor még gyerekfejjel nem jutott eszembe ilyen képtelen, buta gondolat, hát hogy jutott volna ilyen eszembe. Szépen tanultam otthon zongorázgatni, hát azt nem nagy lelkesedéssel lekedítítom, megsúgom, még szemköz csak neked, de viszont énekelni már akkor is nagyon szerettem, meg az állatok nagyon érdekeltek, és hazacipeltem olyan nagy könyveket a könyvtárból, hogy cipelni is nehéz volt, és akkor ott néztem a sejtek alakulását, meg a különböző biokémiai képleteket, egyleteket, és nagyon érdekelt, hogy egyáltalán hogy jött létre az élet, meg az élőlények hogyan működnek, úgyhogy ez volt akkoriban, és aztán egyszer csak, amikor ugye a Zeneakadémián a szakdolgozatom a zenetudományi szakra jártam, ugye akkor Kroh György volt éppen a tanszékvezető, sajnos már nincs köztünk, és engem a francia témák érdekeltek, úgyhogy francia témából írtam a szakdolgozatomat, és 3 hónapra elutaztam Párizsba. Na és akkor előtte is azért már Párizshoz volt némi közön, utazgattam, egyszer-kétszer volt alkalmam repülőn ülni, ugye nagy utasszájtől repülőn, és mindig az volt az első standard dolog, hogy hadd menjek be a pilóta fülkébe, akkor meg lehetett csinálni. Ez olyan rossz, hogy ma már nem lehet. Na mindegy, ez nagy baj. Mindegy, viszont akkor még nem voltak szimulátoros játékok, most viszont igen, ugye soroknak megadatik, hogy otthon a szobájába eljátsza, nem is eljátsza, azért ez egy komolyan dolog, hogy navigálni egész jól meg lehet belőle tanulni, hogy repül. Na de én akkor bekéreckedtem a pilóta fülkébe, nagyon szeretettel és örömmel fogadtak, minden alkalommal magyarázgattak, mi merre, hogy van, meddig. És amikor én Párizsba utaztam, akkor az egy 234-es típus volt, jó kis oldalszeles leszállás, szakadt az eső, olyan Párizsban, ahogy szokott, hogy februárban, és hát nem tudom, hogy ki az, aki mit esetleg még annak ide, egy 234-esen, az olyan 70 személyes repülőgép volt 2 darab hajtóművel, tehát az volt a kisebb tupolyen, hátul volt 2 hajtóműve, és középen ugye ott 2 pilcsi ült, a kapitány meg az első tiszt, lenn az orrába ült a navigátor, és én meg ott kettőjük között álltam, mert ülőhely ott nem volt, és gyakorlatilag a fülükbe kapaszkodtam, hogy el ne essek ott a nagy szélben, és akkor így földet értünk Párizsba, és akkor, abban a pillanatban én megfogadtam, hogy egyszer én Párizsból valaha hazajutok, én attól kezdve csak repülni fogok. Thank you.
ennek az egész sorozatnak az lenne a célja, hogy különleges embereket megmutassunk itthon. És azt hiszem, hogy mind a kettőjük azért egy olyan színvonalat képvisel, amit én büszkén, most főleg így a koncert végén nagyon büszkén vállalok és mutatok ki legközelebb is, hiszen azt hiszem, hogy tényleg Péter nekem talán a mai este csillagpontja volt, a többiek tudtam, hogy fognak produkálni. Családja abból a szempontból, hogy igen, a bátyám vezette a műsort, és a sógornőm volt, aki nagyszerűen és kivételesen csellózik évek óta, és erre lehet mindig számítani és alapozni. De ugyanakkor volt egy olyan tagja a mai koncertnek, akiről szinte már azt tudom mondani, hogy olyan szinten egyeznek a gondolataink és az életről való vélekedésünk, hogy szinte már a családtagunknak is tekinthetjük Cigány Ildikót, és nagyon büszke vagyok, és hatalmas örömmel tölt el, hogy ő vette a fáradtságot, és a szoros és szorgalmas mindennapjaiból, sokkal fontosabb munkái közül eljött ide hozzánk, és hát teljesen mássá varázsolt ezt a koncertet. Rajtam kívül hárman is jogáznak, és hogy ez hogyan kapcsolódott a például a te életedhez, Ali, hogy jött ez? Ez úgy, hogy az új munkahelyemen nagyon ki voltam téve egy hatalmas stressznek. És mindent kipróbáltam, tényleg orvostól orvosig jártam, és egyszerűen nem tudtak rajtam segíteni. Ez egy fizikai fájdalom. Igen, tehát fájt a hasam egyszerűen, és nem múlt el sehol sem. És az egyik kollégám foglalkozik jogával, és ő ajánlotta, hogy a párjához menjek el külön órára, tehát nem csoportos óra, hanem egyéni órára, és elkezdtem járni. És fokozatosan éreztem, ahogy a fejem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval a lelkem is nyugszik meg, úgy a testem is. Tehát ez valahogy összefügg. Az agyunk és a testünk, és amit az agyunk kitalál, az lereagálódik a testünkben. És nagyon nagy segítségemre volt a jogázás, sajnos most, hogy jobban vagyok, nem űzöm annyira, és vissza kéne térnem, mert igenis segít az, hogy az ember meditál, és magába fordul, és csak arra koncentrál, ami vele saját magával történik. Úgyhogy én sokat köszönhetek, nagyon. Dávid, esetleg? Tulajdonképpen valami kapcsolódik az én esetem is az Alihoz. Mégpedig úgy, hogy én egy amerikai tanulmányom során tulajdonképpen megismerkedtem egy sráccal, egy jó barátommal azóta, aki megmutatott pár dolgot. És éreztem magamban én is, hogy ez működik, és elmondtam neki, hát tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy szinte egy pszichológusnak a problémáimat, hogy valljuk be őszintén, amikor felmegyek a színpadra, akkor halálfélelmem van szinte. Szóval ez, hála Istennek, kifelé nem mindig látszódik, de azért nagyon, nagyon komoly dolgokat élünk mi meg itt a színpadon, és tulajdonképpen meg tudok lélegezni, ami tulajdonképpen ugyanígy egy jóga gyakorlat, odafigyelni, hogy belül mi zajlik. Nem vagyok nagy jogista, de az biztos, hogy sokat fejlődött ez az egész, úgyhogy most már csak két koncertből másfelen vagyok rosszul. De az a fél is valami, és az a fél az mindig egy kicsit jobban nő, és szerintem ezt kell tisztelni magában a jogában is, hogy a fokozatosság és az időt ugyanúgy meg kell hagyni rá, hogy megismerjük saját magunkat. Ezt én se tudtam még korábban, hogy itt az egész család valamilyen módon azért belekeveredett ebbe a jóga világba, de pontosan talán egy záró mondatomban erre utaltam, hogy ehhez nem feltétlenül kell jógázni. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy picit ilyen lányoknak, fiatal lányoknak való gimnasztikához hasonló tevékenység, holott, hogyha valójában belegondolunk, akkor a jóga a karácsonyhoz is kapcsolódhat, hiszen arról van szó, hogy csendesítsük le a gondolatainkat, arról van szó, hogy találjunk megnyugvást, egy picit a praktikus, mindennapi rohanós teendőinktől elszakadva, azokat kint hagyva, és forduljunk befelé, egymás felé, és hát talán leginkább
afelé, a lény felé, aki a mi létezésünket is létrehozta. Sokszor úgy megy, hogy ki Magyarországról, hogy bosszankodunk, hogy már megint bedugult ezen már most már megint, nem fogjuk elérni a repülőt. A reptéren általában egyébként a check-innél borzasztóan viselkednek az ember, és akkor felszáll a gép, és akkor van egy megnyugvás, de ha kiérünk, és nagyon jó, be van szépen rendezve szerencsére, ahol élünk, tehát abszolút otthonos, de azért egy idő után jön a, hát nem tudom, hogy honvágy, de hogy az otthon, maga az az otthon, amit szerintem sokan otthonnak éreznek, az Magyarország. De a lakás, vagy egy kicsit Oliviának is már túl is. Igen, tényleg? Ami engem nagyon megfog itthon, és amit nagyon hiányolok egyébként, az például a levegő. Az, hogy teljesen más összetétele van a levegőnek, és amit leszállunk a repülőről, érzem azt, hogy nincsen oxigén, nem érzem a fák illatát, a növények hiányossága, hogy jó. Nyilván ez egy sivatagról beszélünk. Igen, ez egy elég speciális növénypatlag, egy elég speciális hely. Nagyon nincs semmi, csak homok, és egyszerűen az alapvetően, de hozzászokom valamelyes, de amint viszont visszarepülünk, Budapestre megcsap. Tehát azonnal érezzük. Amit meg tudunk tenni, és az itteni életünkből oda ki tudunk importálni, ahogy te mondtad, az igazából a saját kis lakásunk. Tehát ott úgy van berendezve az egész, hogy ez számunkra komfortos legyen, tele van olyan képpel, ami Magyarországhoz köthető, és valahogy egy kicsit úgy otthon érezzük magunkat Magyarország érzésével. Szeretném valamit mondani a Dávid. Igen, nekem egy kicsit hosszabb történetem lenne ehhez. Ahogy kérdezted, szóval én nagyon sokáig úgy voltam itthon, hogy elegem volt sok mindenből, mint ahogy szerintem nagyon sokaknak itt a közönségben is. Szóval hajlamosak vagyunk, mondjuk ki mi magyarok arra, hogy egy kicsit utáljuk azt, ami körülöttünk van. És éppen ezért voltam én is abban az érzelmi szituációban, hogy nekem innen el kell menni. És el is mentem, meg is tettem. Természetesen szakmailag azért használ sok mindenben, de eltöltöttem egy-két, aztán három és még több évet odakint, és igazság szerint akkor éreztem én meg azt, hogy mi az az otthon. És ha bár egyébként külföldön sincs kolbászból a kerítés, de azért néha van, jobb kolbászból, mint itthon, de mégis mi ide tartozunk, és pontosan ez a, egyébként most bocsánat, hogy erről rátérek, de ez a koncert sorozat is azért jöhetett itt létre, mert itt vannak olyan emberek, akik ezt igazán tényleg szeretik és jönnek, mert ez az én otthonom például, és nekem három és fél év után nagyon hiányzott az, hogy habár külföldi jó barátok között éltem le ezeket az éveket, de valahol nem tudják azt visszaadni, mint ami, hogyha itt elmegyek a péküzletbe, ami esetleg fogad vagy körülvesz. Nekik nagyon nagy öröm lehet, hiszen azért van némi információm arról, hogy különösen a Dávid rendkívül erős kapocssal kapcsolódik a repüléshez, és nagyon szereti és szinte rajong érte. Úgyhogy gondolom, hogy egy ilyen ember számára, mint hogy én is így kezdtem, a repülés mindig nagy élmény, és azon kívül, hogy milyen szép tájaira érkezik a világnak számára is, mint annak idején számomra is, maga az utazás volt talán a legszebb pillanata ennek az egész történetnek. Hát ki tudja még, hogy mit hoz a jövő. Nekem egy nagyon megtisztelő feladat volt ez, hogy besegíthettem, mert igazából tényleg egy besegítés volt ez. Úgy gondolom, próbáltam már beszélni úgy, hogy kürtölök, mert én is zenész vagyok, ugye, és az egy nagyon nehéz feladat, mert az agynak teljesen másik felét használjuk szerintem, amikor egy hangszeren játszunk, meg egy másikat, amikor okos gondolatokat próbálunk kitalálni, és én ettől egy picit meg szerettem volna Dávidot kímélni, és ezért bevállaltam. Aztán már utolsó pillanatban persze
már meggondoltam magam, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt ez, de... Hát gondolom nem volt lehetőség meghátrálni. Már nem akartam, mert a cipőmet így is Várpalotán Oliviáéknál felejtettem, úgyhogy kölcsön kellett apáit kérni, de ez általában minden egyes ilyen balmazővárosi fellépésnél így vagy valami kölcsön felszerelés van rajtam. Milyen érzéssel álltál ki a színpadra, hiszen a testvéred, illetve a feleséged zenélt. Milyen a kapcsolat közöttetek? Mind a kettőjükkel egész jó. általában. Én nem izgulok miattuk igazából, mert mind a ketten elég profik szerintem. Nekem most igazából magam miatt kellett, hogy ehhez a színvonalhoz fel tudjak valamilyen szinten zárkózni. Így nem tudom, így beszélgető partnerként, meg műsorvezetőként. Szóval egy picit el voltam a saját izgalmammal foglalva. Szerintem miattuk nem kell izgulni, mert általában hoznak egy elég jó színvonalat, úgyhogy én nyugodt voltam emiatt. Hát a férj nem izgult, és a feleség milyen érzéssel jött ki a színpadra? Én nagyon izgultam a férjem miatt, mert még sosem láttam ilyen szerepben, de megdöbbentően nagyon jól csinálta, szóval én nekem nagyon tetszett, és profi módon vállalt minden beszélgetést, bemondást, szóval abszolút profi. Tehát akkor te abszolút nem izgultál magad miatt, csak a férjed miatt? Hát Dáviddal azért rengeteget próbáltunk előtte, szóval azért fel voltunk készülve szerintem eléggé. Természetesen mindig van előtte izgalom, mert számomra nincs olyan fellépés, hogy ne izguljak akár csak egy minimálisan is, de azért bennem van a druk. Thank you.
A koncertet is sikerült méltóképpen egy fantasztikus dallal lezárni, és hát egy újabb Becker került a színpadra, édesapád. És hát az ő társasága, hát fantasztikus volt ez a teljesítmény is. Milyen a kapcsolatod édesapáddal? Mondhatni elég jó. Azt hiszem, hogy igazság szerint kivételes, tényleg. Szóval nem hiszem, hogy sok mindenki mondhatja el ezt az apukájáról, amit én is, és az a kapcsolatról, ami kettőnk között van. A mai koncertet illetően ő mindig úgy van, hogy amit én kérek, azt ő ugrik és csinálja. Én nem is szerettem volna ma kérni túl sokat, de neki egy aprócska kérésre is hatalmasat alkot, és neki köszönhetjük ezt az utolsó műsorszámot. Emellett azért, hogyha már az édesapámat is megemlítjük, akkor ne felejtsük el anyukámat, aki azért ezt a családot kordában tartja tulajdonképpen, és ellát minket, és ő arról ténykedik a háttérben, hogy mi, amikor ide kijövünk, akkor ilyesfajta produkciót tessünk az emberek elé. Hogyan viseli azt, hogy minden férfi körülötte zenész? Hát ugye ő is zenész. Azt gondolom, hogy néha nagyon nehezen, de nem azért, mert zajongunk, csak ennek a pályának azért vannak árnyékosabb oldala is, és ezt ő sokkal mélyebben éli meg ezeket a hullámvölgyeket, mint mi, mert mi tudjuk, hogy ebből kikerülünk, vagy kijövünk, úgyhogy, de az biztos, hogyha nem segítene összetartani ezt a triumvirátust, akkor azért komoly problémák lennének, úgyhogy tényleg, ahogy apának is megköszöntök, hogy ugyanúgy anyának is meg kell, mert ő a háttérmunkát végzi el, úgyhogy azt hiszem, abba pedig mindent belead. Olivia, ugye ti Katarban éltek, és hát ti is mind a ketten zenészek vagytok. Hogyan gyakoroltok otthon? Haza szoktátok vinni a hangszert? Természetesen, mert muszáj gyakorolni a következő napra. Olyankor a másik hogyan viseli el az egyik próbáját? Hát két szobánk van, tehát akkor fullosan megy mind a két szoba. Inkább a szomszédokat kell sajnálni, egymást nem zavarjuk. Azt gondolom, hogy a Becker, Dávid és barátai koncertsorozatnak eddig ez volt a fénypontja. Lehet ezt még überelni? Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen is szeretnénk is. Vannak elképzeléseink. Én nagyon örülök, hogy ma is szép számmal összegyűlt a közönség, és jöttek, hallottak minket, és bízom benne, hogy a következő alkalmak során is legalább ennyien meg fognak nálunk fordulni. Az, hogy a további része hogyan működik eddig, azért nagyon megköszönhetjük dr. Veres Margit polgármester asszonynak, illetve Balmazújvárosváros önkormányzatának, hogy ezt a rendezvényt alkalomról alkalomra támogatja, így ingyenessé tudtuk eddig tenni a mindenki számára, hogy bejöhessen és meghallgasson minket. Bízom benne, hogy ez továbbra is ki fog tartani, és megpróbálunk még több erőfeszítést tenni az irányba, hogy több szponzorra találhassunk. Egy kis pesti kávézóban találkoztunk a Dáviddal, amikor elmondta, hogy mit tervez, és nagyon megörültem, mert úgy gondolom, hogy ezek a nagy hazatalálások, ezek a hazajárók, akik a világot bejárták, most róluk beszélek elsősorban, és utána hazajönnek, és otthon megosztják azt a nagy élményt, amit eddig kaptak az élet különböző területein. Becker Dávidat a világ szinte minden pontján ismerik. Eljut más nagyvárosokba ez a koncertsorozat? Én nagyon örülök annak, hogy tényleg, ahogy említettem a koncerten is, nagyon sok felé volt szerencsém megfordulni már a világban. Sok nemzetközileg elismert barátra tehettem szert. Én erre nagyon büszke vagyok, és mindannyiukra nagyon büszke vagyok. És megosztom némelyikkel, sőt mindannyiukkal ezeket a híreket, ezt a sorozatot is, hiszen kellenek emberek. Lesznek még vendégeim, nyilván ők lesznek azok, akik meg fogják tölteni a Balmazújvárosi színpadot.